Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. És elhoztam neked ünnepélyesen, elvileg, állítólag az utolsó szál cigarettádat. Oh, de én már elszívtam az utolsó szál cigarettámat. Nem, ez lesz az utolsó. Ez most lesz az tényleg, utolsó szál. Most tényleg ezzel szívattok, hogy tegnap este 10-kor kiültem az erkélyünkre. Egy gyönyörűt dohányoztam. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy soha ne gyújtson rá, mert nagyon veszélyes az egészségre. A világ legjobb és legszebb, legutolsó cigijét elszívtam. De rohadtul nem hiszik el, látni akarjuk. Látni akarjuk. Hát de most löktök vissza a szakadékba. Nem, igen, most már nem. Így érted, így fogom a szélét, a peremét. Érted? És a Jani ott áll, és így ugrál a kezemet. Én elmondtam neked már a múlt héten, nem figyelsz rám, én elmondtam már a múlt héten, hogy itt fogod elszívni a stúdióban életed utolsó szál cigarettáját, és azt mondtad, hogy jó, aztán tegnap este te rituálisan letetted, az kit érdekel? Ő elmondta. Az senkit nem érdekel, hogy álltál ott egy kis féknyomos boxeralsóban, kint a negyedik emeleten, átintegettél a szomszédnak utolsó felé, az utolsó. Várjál, és kis féknyomos, vagy kis boxeralsó? Nagy féknyomos, kis boxeralsóban. Hoztam neked egy szál cigarettát, elszívod az utolsó szál cigarettádat, és utána leszoksz a dohányzásról, leteszed azt, a dohány terméket, amit 20 éve, 30 éve, nem tudom mióta dohányzol. 30. 30 éve dohányzol. Ez az utolsó felé. Ne akart, hogy előjöjjön az apró betűssel a szerződésedben, hogy akkor is igaza van, amikor nincs igaza. Jó? Neki mindig úgy, igaza van. Elintéztem neked, elszívhatod itt a stúdióban. Nem lehet, hogy nem nyálozod össze a cigimet. Ne. Az utolsó szál cigarettádat. Ha az láttad volna, honnan húzta elő. Nem tudunk egy másikat kérni. Tessék. Kapcsi, nincs nálad egy rendes. Ez egy női cigi. Nem női. Mitől lenne női? Nem tudom, hogy mentolos vagy nem mentolos. Senki ne dohányozzon, nem követendő. A jót halljátok ki ebből, hogy Feri leszokik a dohányzásról, és egy országnak segít abban, hogy leszokjon. Jó. És drága attól Ferenc, még nem női, hogy Balástól kapott. Szívesen meggyújtom neked az utolsó szál cigarettádat. Jani ad egy hátmasszást, ha akarod, megmasszírozzuk a lábadat. Kell a hátmasszás? Egyiket se. Nem, a ha cigit akarod, akarom élvezni. Bármikor fejet szíves. Masszírozunk, bármit. Most elszívod. Jól átérzed az aromáját, magadba szívod. Ez most rossz. Most rossz, hogy beleszagolok. És soha többet nem gyújtasz rá, utána pedig jön a fogadás. Figyeljetek, bármit akarsz mellé. Na, akkor tegnap este 10-kor letettem a cigit, és eddig eszembe nem jutott. Érted, nyilván benne ezért volt. Ezért vagyok itt. Nagyon köszönöm, hogy tönkretetted a... Hova hamuzok? Én adok neked tüzet, parancsolj, Ferenc. Ja, Istenem! Megörökítjük az utolsó szál cigarettádat. Te nem bírod a cigi füstöt. Ennyit megér. Ennyit megér. Ennyit megint. Dőj hátra. Gondolj arra, életedben nem gyújthattál még rá egyetlen rádiostúdióban sem legálisan. Szívd el életed utolsó szár cigarettáját. Ebből emberek isznak kávét, Laci. Csináljunk rám róla fotót, és soha többet nem gyújtasz rá. Úgy szívd el, hogyha minden jól megy, életed utolsó szár cigarettáját szívod. Ott a fotó, megy az Instára, legalább ők is kapnak valamit. Azt az örömet, ugye? Nézd meg, ahogy szívja. Nem lehet, hogy hagyjuk a francba ezt az egészet, és én maradok dohányos. Ne kövessétek, ne gyújtsatok rá. Káros az egészségre. Senki ne dohányozzon. Ferinek azért engedjük meg. Mert ez az utolsó. Ez az utolsó, és utána leteszi. Leteszi, és soha nem dohányzik többet. És indul a nagy leszokás. Előnyére fog változni, hogy felteszünk egy ilyen volt és ilyen lett képet. Az a 30 kiló. Már nem dohányzom. Már egészséges vagyok. És mostantól kezdve az egészség mellett kampányolsz. Leteszed a cigarettát. Nem dohányzol többet. És vége van. Véget ér egy hosszú hányatott sors. Így van. Egy órával már a dohányzás után tisztulni kezd a tüdőt, 2 órával akkor később már elkezd a tüdőt több vért pumpálni. Tisztul az érpálya. És Feri leszokik a dohányzásról. Ja, Istenem, ez csodálatos lesz. A cigi nem finom. Nem jó, nem sem, senki ne gyújtson rá, tényleg, mert ugyanilyen szánalmas, mocskos alakok lesztek, mint én. De leszoksz róla. A fogadás. A fogadás. Egy kicsit nem lehet, hogy még élvezem ezt az állapotot, hogy... Azért ez kemény, hogy lehet, hogy tényleg az utolsó szál cigid volt. Igen, egy dologgal kevesebb megint, ami csak a tied volt. Így múlik el az élet, hogy mindent elvesznek tőlünk, ami jó, mindenről le kell szoknunk, amit szeretünk, minden szenvedélyünk oda, és szépen az ember végül egészségesen fog majd meghalni. Így van ez. Na!
Ilyenkor érzed, hogy ez mekkora narkotikum, mikor már ilyen hosszú ideje nem dohányos vagyok, mint én, tehát tegnap este 10 óta. Nyugi, írja valaki, és ez rovat lesz, úgyhogy minden... Ne aggódj, feljutott, hogy ilyen napi rovat lesz. Igen. Kiegyeznék ezzel, hogyha egy szálnál megálltam volna. Milyen naponta. Érzés elszívni életed utolsó szál cigarettáját? Még az nem jutott el az agya, még most a nikotin jutott el, és az nagyon... Bevert? Nagyon rossz a nikotin, ne gyújtsatok rá soha. Kurva jó. Nagyon jó. Jó. Na figyelj! Nem, de erős vagyok. Gondolkoztál fogadásom? Nem tudom, hogy te mit ajánlasz. Tehát én elmondom, és holnapra is hozhatsz valamit. Mert ahhoz mérten kell adni valamit. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Látom. De most komolyan. Látom rajtad. A határidő az mondjuk december vége. Tehát addig, addig nem gyűjtasz rá, és addig kibírod, akkor ajánlok neked egy fogadást. Na. Kereshetsz másik rádióműsort magad. Azt akkor is, ha rágyújtasz. Nem könnyen hoztam meg ezt a döntést. Nem könnyen hoztam meg, és erről mindenki le akar beszélni. De elmondom neked, hogy én mit ajánlok. Csak, hogy inspiráljalak. Ha! És amennyiben. Írjátok ezt. Na. December, mondjuk nem tudom, mi esik, mikor dolgozunk utoljára. 22. 23. Hát te leszoksz a dohányzásról. 14. Jó, kicsit próbálom kicsit. Én legyen. Nekem is könnyebb lesz December neked is. December 4. Pénteken. Az év utolsó munkanapján nekünk. Nem. Leszoksz a dohányzásról. Ugye van valami, amire én nagyon-nagyon-nagyon allergiás vagyok. Nem nyúlhat hozzá más. Odafigyelek. Gondoskodom róla. És egyszerűen szeretem és sokat foglalkozom vele. Mi ez? A hajad. Én. Jani, nem ajánlom föl neked. Nem engeded másnak, hogy hozzám gyújjon. Szűz popsiát. Azt csinálsz vele, amit a hozzatok egy cigit. A hajam. Így van. Ha bizonyítható módon leszoksz a dohányzásról, és tényleg nem gyűjtasz rá, és mondhatni, hogy nem vettél kezedbe cigarettát december 22-ig, és ez... Tudod bizonyítani, hogy fogjuk ezt számon kérni? Van állítólag valami ilyen teszt. Hogy fogjuk ezt számon kérni? Azért erre vigyázzunk, igen, hogy nem szívjel naponta két szállat az erkélye hajnalban. Valami teszt kellene. Van egy ilyen, ami kimutatja, hogy kiürült emikotton a szervezetedből, azt meg tudjuk csinálni még decemberben. Jó, ezt a tesztet megcsináljuk, de bármi is ez. Meg azért engem annyira ismerhettek, hogy ha én ilyen kis elvonulós egy szálcig is lennék, akkor az nem egy lenne, hanem napközben is nyomnám. Tehát ha bevállalod, megcsinálod, leszoksz róla. Akkor kopaszra tolatom a hajam. Ne. Letolatom kopaszra. Jó. Most szerintem egy nagyon picit azt szeretném, hogyha levennéd a zenét, hogy ez teljesen tisztán egyértelműen meglegyen. De. Feri, én is, mindenki maradjon csendben, halljuk még egyszer, nehogy valami bezavarjon. Ha december 22-ig nem gyújtasz rá, mert tudom, hogy ez neked micsoda függőség, tudom, hogy mennyire megszállott vagy, tudom, hogy neked ez mennyire fontos, azzal szeretnélek inspirálni téged, hogyha valójában leszoksz, és nem gyújtasz rá, december 22-én az utolsó adásban kopaszra tolatom a hajam. Anna, biztonsági másolatokat, 4-5-5. Jó, ide nagy! Ez az én felajánlásom. Nem, soha beszéltél a főnököddel, nincs hosszabb tévéműsor? Nem tudom még. Mi lesz januárban? Ebben nem mertem belegondolni. De ha megcsinálod, tiszteletem jeléül, hogy le tudtad tenni életed legnagyobb függőségét a cigarettát, hozok egy nullás gépet, és levághatod. Na. Hozzányúlhatsz a hajamhoz, amit kevés embernek engedek meg. Két ember van, a fodrászom és a Viki. Jó, meg a gyerekek. Letolathatod. Király! Én pedig azt a hajat felragasztom melszőrzetnek. Arra a napra. Hogy mi lesz utána, nem tudom. Kell leforgatnom januárban, nem tudom. Azon gondolom. Remélem, hogy nem. Elmondtam a Vikinek, ő csak annyit mondott, nem merd megtenni. Mondom, innen érzem, hogy ez valójában kemény. Ez jó. És azt mondta, abba gondolj bele, amikor ez elkezd visszanőni, és minden irányban. Minden irányban így nő majd a hajad. És ugye annyira rövid, hogy azt még nem tudod. Persze, nem, nem tudsz mit csinálni. Nem baj, mondom. Legyen ez. Inspiráljuk Ferencet, hogy tényleg tegye le azt a rohadt cigarettát. Jó? Hát és az még csak hagyjál, hogy fog nőni. Nem lesz, amikor a Viki Feriat hajnal kettőkor. Jani! Mit keresel itt? De megvan ez a fejhaj nélkül? Próbáld nagyon elképzelni. Holnapra szerezünk már egy programot, ami megcsinálja ilyen komolyan. Ilyen program, biztos, hogy van. Csináljunk már egy ilyen programot. Én erre nem mertem ránézni. Ezt még nem mertem megnézni. De én ezt bevállalom. És nem hátrálok ki belőle. Ha megcsinálod és nem gyújtasz rá, ez az én ajánlatom.
Cserébe elvárok egy másik ajánlatot, amin gondolkozhatsz most, hogy tudod holnapra, holnap utára nem kell most megtenni a tétjeidet, de elvárok egy csere ajánlatot. Ami arról jó, szól, az hogy én te ajánlatomat, felajánlasz valamit. Az én ajánlatomat nem szoksz le. Jani találhatja ki. Jani az, aki igazán tud szemét rohadék mocsok lenni, már bocsánat. Nekem ez nagyon sok ötletem van, hogy hiszel bennem. Ugye? Hogyha rágyújtok, akkor mit kell megcsinálnom? Na? Jó. Egy napot gondolkoz rajta, te is, ha akarod, mert ő biztos, hogy tud olyat mondani. Én te hatot tudnék. Ne. Ne vedd már a kenyerét. Hozatok egy üvegkoporsót, beleöntök 4 darab pitont, 6 darab vízisiklót. Soha. És azt mondom, hogy Feri, ha bűnös lélek vagy és elszívsz egy cigarettát, akkor decemberben te belefekszel. És rádöntünk vízisiklót, óriás kígyó. De abba belepusztul. Hát abban meghalok. Ez az. Ja, de, ez na, a cél. Látod, most már érted? Most már érted, miért szemben találtam is ezt? Megmondhatod, hogy ne jöjjek jó? többet. Hát az érted, egyszerűbb. Ez az jó. De ha rám érsz gyújtani 23-án, úgyhogy én levágattam 22-én kopaszra hajam, és te 23-án átküldesz egy képet, hogy ülsz az erkélyen feltett lábbal, és egy ilyen jamaikai trombitányi 3 szofit összegyúrva brutál cigit szívsz, akkor nagyon mérges leszek. Tehát azt nem ér megtenni. Megszivatni nem ér. Ne, azt lehet egyébként mondani. Nincs, hogy bocs, Bari, jöttek az ünnepek, igen, nagyon stresszes volt, visszaszoktam. Nem hátrálhat ki belőle, tehát hogy neki most már egy életre le kell tenni a cigit. Hú, anyám ír, gyerekek. Ennyi év után. Csak annyit írt. Nem tudom, hogy jó vagy rossz, de szép leszel karácsonykor. Sok felkiáltó jelen. Tudod, akkor semmi smiley, semmi. Ez nem jelent jót. Akkor idén is sapkát kapsz. Jó, 20 évig azt kaptam, úgyhogy teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Jó? Jó. Jó, holnapra kidolgozzuk, akkor vagy János, vagy én jó, magam egyesével. Együtt üljetek össze, szeretném, ha ilyen szintű lenne a dolog. Mert ez nem kis bevállalás része. Istenem, kopaszom, hát én most végeztem az egész dohányzással. Milyen érzés, milyen, hogy így fúj a szél, meg ilyen izé lesz. Nagyon jó lesz. És amikor nő, akkor viszket, mint az állat. Amikor... Nem, azért mostni tudom, nem? Azért attól még, mert kopasz vagyok, mosatok kaját. Amikor nem leszel emberek közt, amikor igen, csak úgy ülsz bent a szobába, és tényleg jól lesz a teraszra, nagyon jó érzés. És amikor lesz emberek közé megyek? Hát akkor kellemetlen lesz. Mi van januárban forgatok? Akkor mi na van? Ez az. A paróka? Lehet ilyet csinálni? Paróka. Csináltassuk már meg előre neki az ugyanilyet. Nem, köszönöm. Nem. Egy ugyanilyen brutál paróka. A következőt kell megcsinálni. Tehát letolja a haját, ha. Mert ugye ez egy felajánlás, nem biztos, hogy ez be fog következni. De ha letolatja, akkor ugyanazt a hajat, mi akkor még aznap elvitetjük egy paróka készítőhöz, és a saját hajadból csináltatunk neked egy parókát, amit viselhetsz majd a következő felvételen, akkor, hogyha ne adj Isten, felvételed lesz januárban. A saját hajadból. Egy paróka. Jó. Tehát csinálunk egy parókát a saját hajamban. Jó, legyen így. Na jó van. Nagyon köszönöm a felajánlást, tényleg igazi lovag vagy. Én ez motivál. Szeretnélek inspirálni, Szófia. Tehát figyelj, a tüdőrák nem érdekes, a nem tudom, a gégebetegség nem érdekes, a közös, vagy a családom mérgezés nem érdekes, de ez, hogy kopaszon láthatjuk a férfit, az igen. Nagyon jó. Köszönöm, hölgyeim, és uraim, ez itt a Sebestyén Balázs új műsora, a vendéghaj. Holnapra szerzünk egy programot, ami megmutatja az arcomat, kopasz vagy jönni. Még nem mertem megnézni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jaj, azt hittétek elkésem, mi? Nem, de vonattal jöttél, vagy nem? Vonattal jöttem, van egy csomó fotó már az Instagramon. Az Instagramos barátainknak már archiváltam a lényeget. Gyerekek, ez valami egészen más volt, mint amire én számítottam, mert hogy ez egy ilyen elővárosi vonat, és ez ilyen 3 kocsis, nagyon halk, nagyon gyors, nagyon tiszta, nagyon rendezett. 5 óra 34-kor volt beírva a vonat, én 5 óra 24-re értem, Érd alsó, fantasztikus buszpályaudvar és vasútállomás. Édes, és hát sose vagy annyira magányos, mint Érd alsó hajnali 5 óra 18-kor, vagy 5 óra 20-kor. Lélek nem volt sehol, a buszpályaudvaron álltak néhányan. Halló, csókolom! Ha-hú, gondoltam, megkérdezik. Nem használják ezt a lehetőséget, a végére elment egy, előtte az kőbánya felé ment, és aztán leűrült az állomás, de én 5 óra 32-kor már álltunk legalább 4-en a megállóban. De itt nincs ilyen társas érintkezés. Tehát én azt hittem, hogy... Nem
hogy ez egy ilyen, majd beszélgetünk, kicsit bratizunk, mindenki füles, mindenki nem, bámul maga elé. Nem, ez egy ilyen... hangulat. Mindenki nincs. Mindenkivel ismerkedik, barátkozik, bratizik. Na, hogy megnéztem, hogy mi újságon ott elsőként viccet. Hogy indul a reggel? 5 óra 34, ránézek az órára, már mondom, persze jó, csak a szokásos, biztos megint késik erre, ránézek a sínre, és két kicsi szempár megjön. Hát mondom, ez elképesztő. 5 óra 35-kor begurul a vonat az állomásra, felpattanok rá, leülök, és mint egy ilyen kés a vajban, halkan kigurul a megállóból, és én 80 km/h úgy mentünk el az autók mellett a hatoson, hogy én mondom, ez gyerekek, hol vagyok? Ez nem mi az. Mi ez? Európa? Hol hát vagyok? Ez van. Hol vagyok? És képzeld el, hogy a kanyar mögött 5 óra óta ott állt az a vonat, és nézték, hogy mikor jössz, jöjjön már, basszus már, izé, vagy ott van, álljon ott van, a perronon áll, jó, oké, 3, 2, 1, mondta Loper, indul! Igen. Egészen pontosan néztem folyamatosan a menetrendet, mondom, most fülön csíplek benneteket, mondtam a Mávnak magamban, mondom, mészem a menetrendet, mert percre pontos menetrendet sikerült ugye leszednem ilyen applikációban. Egy végig. Budatétény, Kelenföld, valami nem parkváros, vagy mi az Isten volt, az nem tudom, az mi volt. Takra, akkor voltunk Kelenföldön, amikor kellett, van, leszálltam a tömeggel. Gyorsan fogtam egy taxit, mondom, azért jóból is megálltam. Nem volt jegyem, nem volt, tele volt Kallerral, és ott mondom, ott elkezdek ott tökölni, mondom, nem volt ám forgalmi, tehát nincs ám forgalmi. Hát de az a meg annyi, Mávon lett annyi szépet mondtam a Kallerokról az elmúlt egy évben, hogy megverik. Én most lepedettem meg magam, mondom, ott leküzdöm magam, akkor ott megbüntetek, mondom, nem tudom, jegyautomata, ott brutál nagy aluljáró rendszer egyébként Kelenföldön, és akkor jó, valahol mondom, kijövök. És akkor ne késsek el, mert mondom, az elég nyomja, mondom, el is késsek, akkor gyorsan ott Kelenföldön bevágottam egy takerbe, és úgy bejöttem. De, csak mondom, wifi volt a vonaton. Hát nem működött. Ezt mondtuk neked már egy éve. Nem. Azért az nem működött, de csináltam arról is fotót. Kérem szépen, wifi. Ott van, oda néz. Railnet. Fölcsatlakozva. Lehet, hogy azért nem vettél jegyet, nem adtak kódot. Lehet, de megvettem a jegyet is. Jött Kaller bácsi, csináltam vele közös fotót, csak nem lett jó. Érvényes jegy! Mondja, miért szeretnék? Hát mondom, milyen van? Első osztály, másodosztály, first class. Nem, hogy teljes áru, vagy nem tudom, mondom. Na, diákból már kinőttem, mondja, hogy teljes árut. Egy brutális 370 forintot sikerült. Egy őrületes 370 forintot sikerült fizetnem. De... figyelj, komolyan mondom, ez egy élhető. Meg egy szeretted. Szus, egy élhető tömegközlekedési forma. 20 000 korán reggel nem tudok vissza. egy élhető tömegközlekedési forma. Onnan átpattantam volna a 4-es metről, be is jövök. Csak ilyen 6 óra 52-53 körül szálltam le a vonatról. Aha. Tehát tartott azt a 20 percet, amit ígért. És gondolom, az már nyomorult, hogy úgy kések el, hogy nem a vonaton ülök, hanem ott a metról, ott baddukolok valahol. Vagyok, srácok. És csak gyorsan bejöttem. Na. Úgyhogy nagyon. Ez tök jól hangzik, mert akkor gyakorlatilag meg is van a problémára. A megoldás arra, hogy a gyerekek felébrednek, amikor nyitod a garázsajtót, ezen túl holattal fogsz bejárni. A nagy baj az, hogy baromi messze van a vonat megálló, ahonnan én lakom. Tehát ezért ez nem olyan lesétáló. A vonatozás. Tehát konkrétan igen, tehát 15 percet kellett menni a vasútállomásra. Persze nyilván taxival mentem. Gondoltuk, hogy nem gyalog. Hát nem, mert ugye 5-kor indultam el otthonról. Hát 5-kor még a Vikit nem tudom megkérni, hogy induljon el, mert ő 5:30 körül indul. Hát most akkor ugye vagy letekerek, azért nagyon messze van, vagy gyalog megyek, hát ott busz közlekedés, ahol én lakom 5 óra, akkor még effektíven nincs. Tehát nem maradt más. Mi lenne, hogyha a sineket arra terelnénk? Hát na jó, húzzunk egy új vonalat, ez nagyon messze van, ez lehet, hogy annyi volt. Érd alsóra, legyen szíves. Megjöttünk. Nem, eddig 15 percet mennem kellett, mert én nem érd el lakom. De hát ez szenzációs. Európa, mi? De komolyan mondom azt. Tehát meg kell, hogy dicsérjem őket, tartották a menetrendet, gyorsak, szépek a szerelvények. Ez nem az a klasszikus, azért azt tegyük hozzá, ez ilyen elővárosi vonat. Ez a háromkocsi, szép, tudjuk, modern. Ez nem ahogy... Hollandiában, Eindhovenben fölültem volna egy vasútra, és leszálltam volna Amsterdamba egy óra után. Tehát egy brutál szép, brutál tiszta. Ez nem a nem dohányzós, de mégis olyan szaga van. Típusú másodosztályú műbőrüléses. A graffiti is összefosott WC-s. Nincs már olyan. Nyitom az ajtót, bekiabálok, becsukom az ajtót, beülök 8 ember közé. Én így szálltam föl, vagy így mentem ki a pályaudvar, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Kinyitod az ajtót. De én azt hittem, hogy ezt tudod. Há, mondom, akkor beülök egy kocsiba, mondom, ott elkezdek majd ott barátkozni, mondom, vicceket mesélni. De hogy ez valami egészen, ez nem egy ilyen hépszerelvény. Tehát egy belülről.
Úgyhogy... Nem tudod, milyen a hívszerelmény, az majd jövő hét. Ne arcoskodj. Szóval és beszélgetés volt, valaki nem, meg... Mindenki nagyon magába fordul, aha, zenét hallgat, alszik, bambul maga elé. Ez a klasszikus reggeli, amire én emlékszem, mert én jártam azért nagyon korán tömegközlekedéssel. Ami nyilván nem hitték el, hogy te vagy az. Egyrészt ezt a Kaller először rám nézett, lenézett, megint rám nézett, csodálkozott, lenézett, mondom, csináltunk egy közös otot, csak kicsit elmosodott. De nem az a nagy barátkozós, dumálós. Üljünk be középre, aha, és akkor csapkú, játszunk piros pacsit, meg csapkodjuk egymást. Hát meg ki akar valakivel beszélgetni korán reggel, aki úgy ülöd, hogy szintén vonatozik? Jó, hogy annyira senki nem örült a vonatnak, mint én, mert ez mindenki egy megszokott dolog. Te vagyok! Jó reggelt! Itt vagyok! Ja. Senki nem örül? Akkor leül. Szabad lehet? Igen. Ide szabad? Ide is? Márhol ülhetek? Végignyomkodtam a gombokat, biztos, leszálló gombot, megnéztem a menetrendet, wifi-re hangolódta, az volt az első, felszálltam, wifi van-e. De tényleg, volt 3G, de mondom, megnézzük a wifi-t, és van wifi. Ilyen pneumatikus csúszós üvegajtó van rajta? A vonaton? Igen. Az ajtó? Aha. Hát az a szétnyílik, igen, aha, szétnyílik, és megnyomod a zöld gombot. Elnézést, abba hagyna. Adja már, apa, szeretnék indulni! Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon. Ez nagyon kultúrát. Ez kultúrát. És miért nem jöttél ingyen? Mert nem találom a forgalmimon. Konkrétan tegnap egész délután a forgalmimon kerestem, és tudom, hogy valamiért valamelyik gatyámból kivettem, valamit csináltam vele, és nincs meg a forgalom. Nem találom a forgalmimon. Mert ugye az egésznek az lett volna a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy ma lehet ingyen vonatozni, akinek van forgalmia. Hát ez ettől még lehet, erre nem. Figyelmet, figyelj, 370 forinttal hozzájárultam, aha, ahhoz, hogy jövő héten ugyanezen a kocsin legyen fűtés, vagy legyen benne dízel, vagy ez mi árammal megy, vagy mivel megy. Tehát én hozzájárultam a központi költségvetéshez. A MÁV központi költségvetéshez. De egy biztonság kedvéért vittél valami, a bele kompatibilis. TB kártya, születésanyag könyvike, erkölcsi bizonyítvány, igen, sztoridi. Úgyhogy jó volt. Egy bácsikával ültem együtt, ő nagyon aludt, nem akart kommunikálni, úgyhogy ott aztán... Pedig ébrezgetett keményen. Mert bögdöstem meg ide. Papa, tata, hol vagyunk most? Segítsen már, mondja meg. Tubákot tettem az orra alá, nagyon tüsszögött, de egyszerűen nem. Aztán lehet, hogy tényleg olyan voltam, mint a Truman Show, hogy mindenki statiszta volt, és az egész arról szólt, hogy igazából én jól érezzem magam. Gyertek, üljetek, játszd el, hogy arszol. Nem volt fura, hogy mindenki kék műszálas nadrág volt a szolgálati cipőben. Tehát, hogy azért az így lehet, hogy az egészet a MÁV nagyon megrendezte, mert hogy tegnap az Annát, a Lopper Daniék még folyamatosan üldözték, hogy melyik járaton jövök. Hol szállsz föl? Hol szállok föl? Volt vörös szőnyeg? Semmi nem volt. Azóta kering a város körül az Orient Express, vagy megtalálja Balást. Igen, de ez igaz, hogy sose vagy annyira magányos, mint 4-6-kor éld alsón. Tehát ezt így higgyétek el nekem, hogy hárman állok a buszvégállomáson, erősen ittas alkoholos állapotban. Hát kihaltam, mint a 4-es metra, ahogy itt kutattad a képeket. Tehát így pasiként egyébként jó, de mondjuk egy ilyen 50 kilós nőnek oda beállni reggel 4-6-kor a megállóba, hát figyelj, Gásprév, Vipera, minden lenne nálam. Mert azért így volt egy-két olyan arc, hogy ránézésen 4000 év, tudod, azonnal nem tudom, mit akar, de ne jöjjön ide. Úgyhogy hát szerettem. Tényleg jó volt. Van az Instagramon egy-két fotó. Archiváltam, mert tudtam, hogy lesznek szkeptikusak, úgyhogy mindent, amit tudtam, lefotóztam. Érd a sopályudvart, hogy ilyen még nem lájkolták. Egyébként nézzük azt a pályaudvart, gyönyörű. Megcsinálták, elképesztően szép. Egyedül ott két hölgy áldogált a megállóba. Nagyon kultúrált. Többen azt írják, törgetik a rétikőjüket. Igen, az egy negyere ide, te kapusztis csávó, az voltam én. Mit írnak többen? Hogyha elfogadnád a felhasználási, vagy a használati feltételeket a netre, akkor tudtál volna netezni. Nekem nem ajánlott. Nem volt? Fölmentem, wifi, igen, hangolódott, aztán kiírta, hogy fölléptem, de nem írt ilyet, hogy fogadjam el. A megállóban menetrend, gyerekek, az nem tudom milyen menetrend, lefotóztam, tehát hogy mindent. Figyelj, én mindent archiváltam, hogy higgyétek el, hogy ott voltam. Neonalmatúra. Mindent le, még a jegyemet is lefotóztam, csak azért, hogy tényleg nehogy az legyen, hogy kitalálom a dolgot. Úgyhogy megugrottam. Azt hittétek, mi? Azt hittétek, hogy ebből is visszakozom. Igen, mondjuk, bennem még benne van az, hogy kiszaladtál egy fotó föl, ugrottál vonatra egy fotó, leugrottál. Igen, mert Viki várna vállal, eljöttem, ugye? Kellett föl, Viki egy picit később jött, mint te. Nem jó, lehet, akkor felrakok egy képet a Kallerról, meg találtál róla. Találtál egy használt jegyet valahol 370-nél, 370-nél első. Jó, de a Kalleros fotót hogy csináltam?
Azt csinálhatta bárki. Hát azért lett az elmásódott. Ott éppen mondta, hogy jöjjön jegyet venni, csak leszállt, mert ugye állomáson voltunk, megnézte, hogy minden rendben van, majd elindította a vonatot. Tehát ott hagyott éppen, azt tudtam dokumentálni. Na mindegy. Úgyhogy jó kaland volt. És most tök jó, mert egész napra nincs autóm. Tehát hogy ez a legjobb dolog, mert vonatoztam egyet 370 forintért, a taxi költségem meg már most 10 000, mert és még sehol sem vagyok. Jó, hát a műsor miatt kellett. Na. Persze. Ennyit megérhet neked. És engem. Most kimész a kocsidér? Aztán visszajössz. Hát most ott van a kocsim. Jó. Míg azt gondolkoztam, hogy elmegyek érde alsóra, és ott teszem le. Ezt lehetett volna, és akkor hazamegyek. De ez nem tűnik rossz ötletnek. Ez egyébként nem lett volna rossz ötlet, hogy kimegyek. Igen. Járható útnak tűnik. Kimegyek és ott a szemlem. Most visszafelé is vonattal. Akkor már egy picit többen lesztek. Elég volt azért, jó volt. Azért. Az a baj, el kell oda jutni. Tehát el kell menni kellem. Mondjuk kellem. Lehet, hogy Lopertig intéznének ilyen MÁV alkalmazottakat, akik fehér kesztyűben, mint a japán államvasutaknál, szint tollák be az embereket a motorkocsiba. De meg kell dicsérnünk a MÁV-ot. Ez ha minden vonat ilyen lenne, akkor európai közlekedésünk lenne. Férfi munka volt, Dani. Pontosan jött a vonat. Nem tudom, hogy csináltátok, nem tudom, mi a trükk, próbáltam megfejteni, de nagyon jók vagytok. Nagyon jók vagytok. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy magyar kezdeményezés, ami mellé egyébként mi is odaállhatnánk. Valószínűleg ezt a kezdeményezést azok indították el, akik munkát keresnek különböző internetes álláskereső oldalakon. És a kezdeményezés tulajdonképpen arról szól, hogy reményvesztett munkát kereső emberek összefognak azért, hogy a nagy multik és a cégek és mindenki, aki munkát ajánl, azok érthetően, egyértelműen írják le, hogy milyen munkakörre keresnek embereket. Miért ez most érthetetlen? Ez most jelen pillanatban ott tartunk már, hogy olyan angol megfogalmazások vannak, hogy egy átlagos munkát kereső ember számára teljesen érthetetlen az, hogy mit jelent a junior account executive, meg hogy? A senior helpdesk, és azt szeretnék ezzel elérni, hogy ha ők munkát keresnek, akkor magyarul normálisan írják le nekik a jellemzésen kívül, hogy mi a magyar megfelelője annak az adott munkának, mert hogy hát igazából nem mindent angolul írnak már le. Nem egy rossz kezdeményezés. Na most az a kettő, az mi nem egy rossz kezdeményezés. Egyébként én se értettem. Hát de figyelj, lehet, hogy ez már eleve egy szűrés. Rögtön egy teszt, hogy megvan-e az angol középfok. Hogy tudsz-e angolul, akkor jelentkezik. Ha érted, felemmel, hogy mire jelentkeztél. Na, én megnéztem egy-két álláshirdetést, és a dolog egyébként tényleg érdekes. Aki keresett már tényleg interneten munkát, az tudja. És már most mondjuk hallgatóinknak, hogy próbáljátok a ti munkátokat megfogalmazni, mit jelentett. Ugye beszéltünk egy kukással, ő zseniálisan írta le, mert 2 vagy 3 nappal ezelőtt, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Én már nem is tudom, hogy ő mit mondott. Hogy pontosan azt milyen mondta, munkát hogy logisztikai menedzser asszisztens. Logisztikai menedzser asszisztens, és kiderült, hogy a kukás autó hátulján álltok. Szenzációs volt. De ebben az esetben a logisztikai menedzser valószínűleg a sofőr. Igen, és ő az asszisztens. Tehát egy logisztikai menedzser asszisztens volt, és kiderült, hogy kukás autón áll. De hogy valószínűleg minden magyar munkának megvan az ilyen baromi bonyolult, érthetetlen, kicsit szakzsargonos, angolos kifejezése, amiből meg nem mondod, hogy egyébként te cukrász vagy, te pék vagy, te kukás vagy, vagy éppen villanyszerelő, vagy egyszerű recepciós. Na most például találtam ilyen hirdetéseket, Senior Helpdesk. On-site support munkatárs, így szól a... On-site support munkatárs, így van. Banki nagyvállalat és ipari területre fókuszáló IT-biztonsági vállalat keres Senior Helpdesk on-site support munkatársait outsource szolgáltatásban való munkavégzés. Senior Helpdesk. Így szól az álláshirdetés. Akkor ezt Spanyolországban adták fel. Itt van, hogy ez miről szól valójában. Hívások, bejelentések, fogadások. Tehát magyarul telefonos. Ez a helpdesk, ez tulajdonképpen, hát a helpdesk, az tudjuk, hogy itt jelent, az a telefonos, aki ott van, befut az ügyfélszolgálatra, egy telefonos recepciós. Munkatárs, recepciós, így van. Tehát amikor te odamész és segítséget kérsz, így van. Senior helpdesk, így van. Banki nagyvállalati sípa. A férfiak szenyoríták nem is. Senior helpdesk, on-site szapon munkatársakat keres. Nagyon sok ilyen van egyébként, és valójában nem lehet tudni, hogy ezek az állásajánlatok mit kínálnak, aztán ha tovább olvasod, és van némi fogalmad az álláskeresésről, akkor azért tudod, hogy ez mit jelenthet valójában.
Erre miért van szükség? Ez így komolyabban hangzik? Vagy eladható? Vagy egyszerűen csak már tényleg annyira beszivárgott az angol nyelv, hogy már mindent így fogalmazunk meg. Miért kell ez? Miért nem lehet ezt egyértelműen leírni? Nem lehet, hogy egyébként egy nagyon rossz munkára így próbálnak meg, vagy egy nagyon rossz munka. Igen. Nagyon-nagyon nem találnak rá megfelelő embert, és mert hogy nem érdekli az embereket ez a munka, kitalálnak rá egy angol szakzsargont, egy angol megfelelőt, és akkor csak kezdve izgalmassá válik. Tehát ez a telefonos, hogy van, és helpdesk? Igen. Helpdeskes. Helpdesker vagyok, vagy ez helpdeskes. Telefonos vagyok egy cégnél. Melyik a jobb? Helpdeskes? Hát, ízleges? Én veszem fel a telefonokat. Ennyi. Ennyi? Helpdeskes vagyok. Helpdeskes vagyok. Menőbb? Jobban hangzik. Jobb. Helpdeskes. Akkor valószínűleg ennyi a titok. Hogy nem az, mert arra senki nem jelentkezik ma már, hogy telefonos. Legyél telefonos, amit én milyen szolgáltatónál, legyél helpdeskes. Ugyanaz, mint a névjegykártya, nem? Tehát oda is minél komolyabbat kell írni, menedzsert kell írni. Hallottam egy nagyon jót, a visual merchandiser. Visual merchandiser, az mit jelent? Visual, az ugye látvány. Hát, képkeretező. A visual merchandiser az, aki kimegy a kirakatba és berendezi a kirakatot. Nem. Na. Tehát van egy adott termék, és a vizuális arculatot kell úgy kialakítanod, hogy nem magára, mint a szórólapokra, vagy nem tudom, Facebook kampányra, hanem te odamész, és a legjobb vásárlási élmény biztosítva, odamész és berendezed úgy a kirakatot, hogy a vevők jól érezzék magukat már, amikor ránéznek a kirakat. Nagyon jó. Ő a vizuál merchandiser. Igen, mert a kirakat rendező az ilyen nagyon szockós. Igen, azért a multicégek hozták be nyilván, amikor megjelentek, ugye, és akkor elkezdtek így fogalmazni, és bejöttek az angol pozíció nevek, de azért ez szenzációs. Mit dolgozol? Visual merchandiser. Visual merchandiser, tényleg? És szereted a munkát? Bármi legyen is az. Igen, valószínűleg lehet, hogy ez úgy gondolkodnak, hogy értsd meg, ha hozzánk akarsz jelentkezni? Tehát legyél annyira jó angolból, aha, hogy tudd, hogy mire jelentkezel, nem? Hát, de szerintem és ez már egy elsődleges szűrő. Nem kell angolul beszélni. Hát azért sok helyen hát, fut a kilences telefon. Gombot megnyomod, akkor oké, oda speciálisan vesznek föl. De szerintem a magyar, aki a tehát magyar... ha nem érted, ne jelentkezz, nem lehet egy ilyen szűrő. Ha lehet. Érted, akkor az már jót jelent. Hogy helpdeskes vagy. Nem tudom, helpdeskes. Hát ez most lehetne így, hogy telefonos. Ez mi ez az? Például autooptikai karbantartó. Micsoda? Autooptikai karbantartó. Hát ez automosó. Na, most oda kell ezt érteni, hogy autooptikai karbantartó. Hát ez autótakarítás, nem? Valamelyik, nem tudom, bevásárló központnak a igen, de hát ehhez se kell angolul tudni. Hát ahhoz kevésbé kell, igen. Igen. Jó, na megnézzük akkor hallgatói, mit csinálnak, jó? Próbáljátok megfogalmazni, hogy ti mit dolgoztok. Akár az is lehet, hogy nem írjátok oda az eredetit, és megpróbáljuk kitalálni, igen, hogy milyen melottok. Hogy mi lehet a ti munkátok, ha egy kicsit megpróbáljátok angolra fordítani úgy, hogyha mondjuk azt egy névjegykártyán olvassa el az ember, akkor bepisil a gyönyörűségtől, és úgy érzi, hogy megtalálta az itt dolgozóját. Előnt minket a tisztelet rögtön, hogy úristen, ilyen magas a kvalifikált emberrel találkoztunk. Igen, és már látjuk a szakmai önéletrajzot, hogy 6 nyelvvizsga, 4 egyetem és 20 év szakmai gyakorlat brutál multi. Reggeltől estig Armániban. Igen, telefonnal, céges autóval, mindennel. Jó? Írjátok le nekünk, hogy mi a foglalkozás. Tehát ilyenekre gondolok, ez az Input-Output Manager. Ugye? Ja, ez a portás. Ez a portás. Óriási. Tehát Input-Output Manager. Bekísér, kivisz, és intéz mindent, ami a belépéssel, kilépéssel kapcsolatban. Igen, ő a portás. De mégse írhatod rá egy névjegykártyára, hogy Kis József portás. Igen, nem jó. Hát, igen. Kis József Input-Output Manager. Igen. És egyből megkajáltad. Megvetted a palit. Eleve Peter Little. Peter Little Input-Output Manager. Kérem. Peter Little. Én a Petőfi Sáról általános is iskola. Hogy bezőmás? Peter Little, Input Output Manager. Így van. Na, várjuk az SMS-eket. Addig is jön természetesen senior newsmakerünk, Ákos. Newsmaker. Így van. Tehát legyen benne az account, az nagyon fontos. Legyen benne, hogy kreatív, és legyen benne, hogy menedzser. Mert ugye ma már mindenki tényleg kreatív, meg head of, meg menedzser, meg, tehát ilyenek vannak ugye a részlegvezető, osztályvezető, hát ezek vannak rajta. A head of az a fejvadász. Igen. Nem, az a részlegvezető, osztályvezető, a feje valamelyik részlegnek. És a head on? Az kalapkészítő. Az brutál kalapkészítő. A kispesti kalapáruházban. A porrókás. Nem tudom. Írjátok meg, hogy mivel foglalkoztok, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És egy kezdeményezéssel foglalkozunk, ami arról szól, hogy az álláskeresők szeretnének összefogni minél nagyobb számban, és rávenni a multikat, hogy igenis adjanak ki egyértelmű állás ajánlatokat, álláshirdetést, és ne csak az angol száz nyelv területről érkezők értsék, hanem ha valami olyan munkakörre keresnek embert, ahol nem elsődleges a nyelvtudás, azt próbálják normálisan leírni. Erre a multiben mondhatják, hogy nálunk ez akár lehet egy elsődleges szűrő is, vagyis ha érted, akkor már lehet, hogy alkalmas vagy arra, hogy jelentkezz a munkára. Ha nem érted, akkor úgyse veszünk föl, mert ha azt nem érted, hogy mire jelentkezel, akkor nincs esélyed bekerülni. Tehát két oldala van a dolognak. Minden esetre szeretnék a munkakeresők, hogy egyértelműbben magyarosan írják le azokat a foglalkozásokat, amik egyébként tényleg magyaros foglalkozások, vagy magyar foglalkozások, és nem biztos, hogy angol nevet kell neki adni. Szerintem a meghirdetett állások jelentős százalékában nem szükséges az angol tudás, ahol angol nyelvű a meló leírása, nem? Simán lehet. Én azt is el tudok kézzel egyébként, hogy a saját fontosságukat akarják egy picit egy másik szintre helyezni azáltal, hogy így fogalmazzák meg a hirdetéseket. Igen, meg gondolom, ebben az is benne van, tudod, hogy egy multi, akinek van valahol külföldön egy központi vezetője és egy központja, ott azt mondja, hogy ennek a foglalkozásnak ez a neve. Tehát az itteni multi, ha felad egy álláshirdetést, és azt mondja, hogy már pedig erre keresünk jelentkezőket, akkor nem önhatalmulag ő nem magyarosíthatja ezt, ha a külföldi vezetőség azt mondja, hogy már pedig mi, ha a portást, ha a recepcióst keresünk, nem írhatjuk oda, hogy recepciós, hanem azt kell írni, hogy helpdeskest, és akkor vagy front office manager, és akkor tudjuk, hogy az recepciós jelent. Tehát, hogy nem kapnak felhatalmazást arra, hogy magyarosíthassák ezeket a neveket, hanem külföldön is ezt használják, akkor a magyar leányvállalatnak is tulajdonképpen ezt kell használni, és így kell feladni álláshirdetést. Olyan előfordulhat, ez van a dolog. Mondjuk az, aki feladja az álláshirdetést, és megkérdezi az egyik kollégát, hogy figyelj, most mire, melyik állásra is keresünk? Mert oké. Okay. Recepciós. Na, kértünk benneteket, hogy írjátok le nekünk, hogy ti mit csináltok. Tehát ha állást keresnétek, és mondjuk angolul találkoznátok a saját állásotokkal, megismernétek-e? Vagy ti hogy adnátok föl, ha keresitek egy betöltetlen pozícióra embert, hogy mit vagy kit kerestek. Hallgatóink elküldték a saját munkájukat egyébként, hogy azt hogyan lehetne jellemezni. Én kegyeleti design manager vagyok, írja nekünk valaki. Kegyeleti design manager. Ez nem nehéz. Kegyeleti design manager. Mit csinál? Temetésekkel foglalkozik. Koszorúkat készít. Kegyeleti design manager. Anna írta nekünk. Valaki azt írja, hogy second hand shop dealer. Second hand shop dealer. Használt ruha. Ez használt ruha kereskedő, így van. City bus line logisztik manager vagyok. Helyi járatos buszsofőr. Nagyon jó. Nagyon jó. Kreatív agrár manager assistant írja nekünk valaki. Ez traktoros. Ez ugye nem más, mint a traktoros Krisztiának. Köszönjük szépen. Output product dump cleaner állásban dolgozom. Kimeneti termék, tároló, tisztító vagyok, vagyis WC pucoló. Felrúm. Küldte nekünk. Egy nyomvonalon haladó kézi munkagép erő kezelő technikus. Írja valaki. Talicskás, ezt ismertem, ez jó. Egy nyomvonalon haladó. Igen. Közép-Kelet-Európában International Sales Executive vagyok. Igazából házalok nap, mint nap. Egy angol cégnek dolgozom. Azt mondja, hogy Sickwater Factory buborék számláló menedzser. Sickwater? Szódás. A szódás vagyok Dömsödön. Ezt Petya küldte. From Dömsöd. Igen. Endorfin menedzser vagyok. Írta nekünk Attila. Endorfin menedzser. Mit csinál? Szerintem lányokat futtat. Cukrász. Ja. Igen. Aztán vertikális transfer menedzserként dolgozom. Mit csinálhat ő? Vertikális transfer menedzser. Kamionos. Ne, vertikális. Vertikális. Ja, akkor lift kezelő. Így van. Ő hát nem vált, hogy olyan vertikális transfer menedzser. Leföl, ő kezeli a igen. Alien driver. Alien, mint tök primitíven idegen... próbáld lefordítani. Igen, idegen, és a driver. Idegen sofőr. Idegen vezető. Ja! Te primitív idegen vezető. Alien driver vagyok. Idegen vezető.
Zseni, mondjuk, jó. Igen, aztán valaki ezt írja, hogy ő a food logistic manager üzletákban dolgozik. Mit csinálhat? Food logistic food manager. Logistic. Laci küldte nekünk. Kaja koordinátor, felszolgáló. Az mi? Ebédfutár. Ja, ebédfutár. Igen. Domestic supervisor. Az mit jelenthet? Tehát nyilván takarító. Domestic supervisor, így van. Ő takarító. Ez a hivatalos megfogalmazás. Az, hogy cleaner, az degradáló. Tehát az nem jó. Ő a domestic supervisor. Várjál, a supervisor az már főnök, az már ellenőrzi a többieket. Már, igen. Angolul én back office munkatárs vagyok. Aha. A back office. A tulajdonképpen ő... Az a háttér. Hát ő ez mindenes. Igen. Tehát ő az, aki tényleg lukifuti, hoz, megy, adatot rögzít, feltölti a fénymásoló patron. Tehát ő a back office-os, aki biztosítja, hogy minden flottul menjen a munkahelyen. De egyébként menő, nem? Jó, nagyon jó hangzik. Back office-os vagyok. Back office-os. A Nokia-nál. És betérdez azt, hogy atyaisten, mi back office-os. Back office-os vagyok, így van. Azt mondja, hogy Security and Defense Assistant Senior Manager, írja valaki. Az mit jelent? Biztonsági őr. Biztonságtechnikus. Nem vagy. Ja, nem, biztonsági nem. Őr, technikus. Autooptikai karbantartó, ilyen, ezt már olvastuk, ő ugye az autó mosós, ez Skagen küldte nekünk, és alkatrész mozgató projektmenedzser. Nagyon beteg dolgok jönnek. Targoncás. Ő a targoncás, így van. Mentálhigiéniás szakreferens. Mentálhigiénész szakreferens. Ő pedig a takarítónő. Teljesen megfogalmazhatatlan, vagy megfejthetetlen. Van ebben valami azért. Jó. Van ebben valami, igen. Többet akarsz mutatni magadból, igen. Akkor keresem. Ki a Mother Book Driver? Mother Book Driver. The book. Anyakönyvvezető? Anyakönyvvezető. Úgy, de jó vagy! Motherbook. Motherbook driver vagy. ő az anyakönyvvezető, így van. A beauty coach, írja nekünk valaki, az ugye a kozmetikus, így van. Élő szállítmány minőségi supervisor. Ő a BKV ellenőr. Na jó, persze. Jó, igen, a Motherbook Driver az abszolút vezet, tehát az nagyon jó. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hoztam neked valamit, Feri. Jaj, nem na. Már, hogy lett ennyire rendes? Leszokásban segítő? Várjál, próbálom kitalálni. Nem. Egy cigi. Nem. Egy doboz cigi. Nem. Bár szeretném, hogy rágyújtsál, mert nem akarok kopaszolni decemberben, tehát nem szeretném kopaszra borotváltatni a hajam. Nem. Hoztam neked egy nagyon szép cipellőt. De szép! Olyan, amit Jani hord. Aha. Egyébként olyan, nekem igen, bejön. Igen, tehát nem szép. Csak de nekem mondjuk fél pár elég lenne, hogy innen. Ebből nekem négy kijönne. Ünnepi is. Hoztam neked cipőt, és abban a megtiszteltetésben lehet részed, hogy Janival úgy döntöttünk a hátad mögött, hogy ezt ma te letesztelheted. De rendesek vagy. Ezt ma letesztelheted, ezt a cipőt. Mit tud? Egy gyalogolsz bele. Máté szakáig meg vissza. Jó. Mert 3-2-1, tessék. Arra gondoltunk, hogy régen volt már terméktesztünk, így teszteljünk egyet. És megnéztük a kis videót, és arra jutottunk Janival, hogy ezt senki más nem teszteleti. Senki más nem lehetünk tesztirigyek. Nem lehetünk tesztirigyek, nem vehetjük el tőle. Miért érzem, hogy szívattok? De, ahogy is. De. Nem. Mert például kiömlő tejálló. De így van. Is. Azt írja tejálló. Ez... Én nem iszom tejet. Hát, na, ez most mindegy, ez egy teszt. Mindent csak mondom neked, hogy ez egy munkavédelmi lábbeli. Így van. És azt írja neked, vagy azt ígéri, hogy vízlepergető, király! Antisztatikus, olajsav és kopásálló, párnázott bokarész és békanyelv, energianyelő, sarokrész. Tehát ne nyalogatja a korondok, ez már sem nekem már jó. És megnéztük ennek a cipőnek a videóját, és ezt a cipőt úgy árulják, hogy fognak egy fadarabot, beleütnek egy százaszöget, tök jó, és valaki beleáll ebbe a cipőbe, és rálép. Rálép erre a cipőre, és állítólag a százaszög elhajlik. Rokonok jó vannak? Illetve nem üti át az alját. Nem üti át az alját.
Fognak egy kalapácsot, elkezdik a cipőnek az orrát verni, miközben igen, valaki benne van. De úgy, hogy rajta állok a százas szögön. Nem úgy, hogy rajta benne, ja, benne vagyok a cipőben. Mindenképpen ráhelyeznek egy légkalapácsot, elrakják maxra, és a végén, amikor már a szája tátva maradt, és azt mondtad, hogy úristen, hát ha én veszélyeztetett helyen dolgozom, és tényleg egy építkezésen is kell ez a cipő, akkor fognak egy teherautót, és átmennek emberünk lábán. Fognak egy pajszert, és pofámba. Na, ezt fogom én majd. Mivel érdemeltem ki ezt az óriási szeretetet? Mert csak 47-es volt. Gondoltuk, hogy ezt senki nem tesztelheti le, csak te. Én leszek szívesen a sofőr, hogy azért érezd valamit a törődést. Valamit is legyél belőle a munkából, aha. És szerintem én hozom a kaján vigyort. Mit mondtál, mennyi a 2,5 tonna a Verda? Nincs több 2460 kilónál az én autóm jelen. Már megérte. Ez egy régi vágású terepjáró az. És gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy valóban tudja-e tartani a cipő ezt az ígéretet, amit ad nekünk kalapáccsal, szöggel és autó áthajtással a lábadon. Köszönöm, srácok! Uh-huh. Köszönöm! Gyula, köszönöm! Gyula, a sav megvan! Saváló! Úgyhogy terméket tesztelünk, kint már mindent előkészítettünk, megvan a kis fadarab, abba bele van verve egy százas szög. Majd beleverek én is egy, valami. Legyen 8. Arra kell majd ráfeküdnöd. Van kalapácsunk, van mindenünk, van autónk is, úgyhogy belebújsz ebbe a lábbelibe. Berakod az autóm alá, és szépen átmegyek a lábadon. Én nagyon hiszek ebben a cipőben, de most ezt nagyon komolyan mondom, és szerintem sokkal többet bír, mint amit ezek a videók ajánlanak. Úgyhogy szereztünk egy szögbelövőt is, igen, és egy... Reméljük, hogy ez a munkavédelmi bakancs nem német, és nem is hamis adatokra épül, mint ugye a Volkswagen. Így van. Úgyhogy hát reméljük, hogy tényleg tudja ez a termék tartani azt, amit ígér, mert ha esetleg össze roppan a belső váz, vagy nem tudja tartani, akkor egy picit sántítani fogsz, Feri. De ez nem tart sokáig. De nem érdekes, hát most úgyis van bajom. Gyorsan megyek át a lábadon, akkor kevesebb a terhelés. Jó? Aha. Tehát nem állok meg a lábadon, és visszafelé is. Igen, és a szöget is gyorsan húzott ki belőle, ugye? Jó? Egyet megígérhetek. Ha a cipőt cserbe hagy, perelünk, tesó. Na, jó? Így perelünk. Úgy fogom szeretni, ott állok gipszert lábban. Azonnal a pertársaságot alapítunk, összefogunk, és perelünk. Nem hagyjuk annyiban, ha amputáljuk most 4 lábujjadat. Hidd el! Kis bicebó. Azok a lábujjak nekünk legalább ugyanolyan fontosak, jó? Ha mégse bírja ki, perelünk. Az ügyvéd az én költségem. Jó? Nem lesz vele gond, hidd el. Na, úgyhogy jövünk terméket tesztelni, egy pici zenét berakunk, nem tart sokáig, nem fog fájni. És a zene vagy a szög. Reméljük a zene se. És utána kimegyünk, és leteszteljük ezt a bakancsot. Ha jó, megadjuk, ha nem jó, nem adjuk meg. Ennyi. És ha nem jó, most kivételesen fizikai fájdalom formájában fogjátok hallani, hogy valójában nem tudja a termék vagytok azt tartani, amit ígér. Ha nem jó, megtartatod a cipőt. Ha jó, visszakérjük, mert kell olyan. Kibéleli egy konyharuával tud benne járni, azért mert 47-es, csak tesz bele némi vattát. Nem, betapasztjuk és elmegyünk az ország második legnagyobb tavára csónakázni. A Tisza-tóra. Jó? Melyikkel kezdjük? Kezdjünk a szöggel. Szöggel. Kezdjünk a szöggel, természetesen videóra archiváljuk. Van egy kalapácsunk, tehát először ráütünk, szögre állítjuk, autóval megyünk át rajta. Ez nagyon jó. Csákány próba nem volt benne? Ütvefúró próba volt. De és föl is gyújtjuk. Fussunk neki. Így van. Uh-huh. Jó? A szakállat. Na, itt vagyunk, 9 óra után 21 perccel már kint, és a munkavédelmi bakancs Ferenc. Jó néz ki, azt kell mondjam. Azért ne higgyel mindent, amit a Jani mond. Szerintem azért figyelj. Egy munkavédelmi bakancs jól sosem nézett ki, de egyébként igen, nem rossz. És tudod, mi benne a legjobb? Hogy mondjuk, ha például ezzel az acélbetétes résszel fejen rúgnám így a Janit, mert megérdemli, mert ő akar engem kikészíteni most, akkor az neki fájna. És hogyha én így kihajolnék jobb, és tökön bólintanálok közben, akkor az meg nekem nagyon fájna. Akkor nagyon sajnálom, hogy nincs itt Laci, és nem veszi videóra az egészet. De egyébként ez már akkora méret, Ferenc, ez a 47-es lába, hogy vizen tudna járni rajta, mint, vagy vele, mint Jézus. Mint komolyan. Ahogy a kicsik is megsértődnek azon, ha cseszegetik őket a kicsiségük miatt, a nagyok se örülnek annak, ha cseszegetik őket a nagyságuk. Jó, de az átlátszó, érted? Egyébként tényleg, ha velencei tavol lennénk, fognál egy evezőt ebben a cipőben, átevezel a másik oldalra simán. Tehát csak, még csak fel se borulsz. Hát azt hiszem, hogy csak egy másfélszer ekkora volt a Szent Jupá. Az mégis milyen nagy dolgokra képes. Mi? És ketten is át. De mi az Isten van a kezedben, már ne haragudj. Elmondom, mi volt a videóban. A videóban azt látjuk, hogy először is fognak egy kalapácsot, és elkezdik ütni a cipőt.
Ez az első. Aztán emberünk rálép egy fadarabra, amiben alulról bele van verve egy százas szög, hogy ugye felfele álljon, mint egy szép ikea gyertya. Készültünk. Készültünk, ez is megvan. A teszt harmadik része pedig, hogy a videóban azt látjuk, hogy emberünk ugye berakja egy nagyobb teherautó alá, gumia alá, ugye a lábát, és átmegy rajta, majd visszatolat. Tehát kétszer átmegy rajta. Hát ez... Ez csak Feri lehet, aki kipróbálja. Hát ez nem lehet más. Halljuk be, őszintén egy hazai építkezésen gyakorlatilag ezek a dolgok egy fél óra leforgása alatt be is követhetnek. Több is. Na. Na. Itt van a kalapács a kezemben. Ezen egy pár próbaütés a betor. Nem már! Így van. Na, ilyet akarsz ütni? Várjál, mekkorát lehet ezzel ütni? Hát, biztos elbírja. Mutatom, nézd csak. Elbírja ez. Innen van a betét. Ide ne sajnáljad. Jó. Na figyelj, felemeltem a kezem fejmagasságig. Te nem fogod eltalálni, nem hát, már! Mi nem az egész, nem az egész betétes fölülről? Nem fölülről? Az egész betétes, nem? Csak hát, az ja. eleje. Hát, jó van. Na, akkor kicsit kisebb betűtő. Jaj! Oh! Jaj, följött a beton. Bírja a homlokod. Na, ez az acélbetét? Az. Na, kéne egy cigi, mi? Gyújts rá! Tesó, szívjál egy cigit! Élvezte is ezt a bibliai dílimet! Szívjál egy cigit! Ha rágyújtottok, akkor átrakhatom Janira a bakancsot? Ha rágyújtasz, akkor fölveszem én a bakancsot. Nézd, Feri! A fogorvosnál se kész tükröt! De, csukd be a szemed, Feri! Jó? Kalapács a kezemben, ki hozta ezt a kalapácsit? Jó nagy és jó nagy! Nem lehetünk kicsivel kezdesz! Ütjük a cipőt! Érzel valamit? Nem. Akkor már. Nem. És most a térdedet, nézzük működnek a reflexeit. Élével üsse. Én láttam, amikor átvette a bakancsot, az a lába üszkös, a másikat. Szétvered a bakit, nem baj? Ezt se veszik már vissza. Hát, csak elintéztem, hogy megtartasd. Na most az a helyzet, hogy Balázs lebontott az elejét a bakancsnak. Igen, mutasd sem. Aha. Feri vette át a kalapácsot, elkezdi ő is ütni a saját cipőjének az orrát. Fura ez bírja. Most mit csinálsz? Ugye kiegyenlített, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint a másik? Király. Jó. Ez bírja. Aha. Nem, csak én is ütök. Hosszuk a százas szöget. Igen, százas szög rendel. Kemény. Tehát nézzük azt, hogy te egy építkezésen vagy, és egy tuskóból kiáll egy százas szög. Így van. Nem, egy kollégádból egy deszkát. Igen. Letesszük a földre megyek ezt a kis pallót. Jó. Menjél, mintha mi sem történt volna, és lép bele a százas szögbe, és teljes testsúlyoddal, ami hát azért tudjuk, ugye, hogy nem egy pillepalac, lépjél rá, és nehezedj rá. De spontán módon csináljuk azt, ami megtörtént alapból is, hogy Feri, valaki belehívott a sörödbe! Jó isteni keki! Műszakvezető úr! Egyébként ettől jobban félnék, mint hogy átmegy rajtam egy kocsi, komolyan. Figyelj! Ez ha alulról nincs jól megtámasztva, akkor ez rosszul néz ki. Már ránézni sem kell. Feri ráállt a szögre, de még a súlyát nem helyezte rá a szögre. Egyébként most kezd el nehezedni. Bakker. És a szög elhajlott. De várjál. Uh-huh. És a szög feladta. És a szög azt mondta, hogy Jézusom, ki ez az ember? Átszúrt? Nem, átolta a deszkán. Kinyomja a deszkából. Tehát visszanyomja. Aha. Azt azért érzed, hogy a szöget beletolta a betonba a súlyába. Jó. Hát a másodikon is átmentél, a szög elhajlott, látható lesz a videó, elkészült, nagyon király. Elhajlott. Azért belement egy kicsit. A cipőbe? Igen. Érzed? Vérzik a lábad? Vagy nem. Átszúrta? Akkor az fékolaj. Hát lehet, jó. Hogy csak kicsit meg akar. Oké. Okay. Na, ki ez az autó itt? Nem áll! Van benne egy szuszkulcs. Nem belül. Számít, megveszem, készpénzzel fizet. Felvásároljuk, megveszünk csak azért, hogy le tudjuk tesztelni ezt a terméket. Na. Mennyi ez az autó? Már nem pénzben, hanem súlyban. 1,8. Hát akkor ez gyerekautó, 1,8. Uh-huh. Te 1,8. Is üljél bele, kell egy kis súly várja. Még. Várjál, szólunk a rádióban, leveszem az előlapot. Úristen, hogy kell venni ezt az előlapot? Ilyen utoljára a kis poszkimba volt. Jó. Kicsit olyan, figyelj, tényleg elkész egy autót, teszel és fikázod, nem áll? Na! Feri berakta a hátsó kerék alá a lábát. Beindítjuk az automobilt. Ja, várj, ez nem automata, kinyomjuk a kuplungot. Na. Dízel? Ismeretlen mi? De japán. Úgy is néz ki belülről. Ez annyit tol ki, mint amennyit állítanak róla. Na, Feri berakta a hátsó kerék alá a lábát, a jobb lábát, és kicsit beljebb tett azt a lábát nyugodtan. Ne fossá be! Na, elbódítjuk előtte kicsit a Ferit, hogy ne fájjon annyira. Egyesbe rakjuk az autót. Helyérzéstelenítés. Átmegyünk Feri szépen, lábán. Lassan és a tetején álljál meg. Ne, ha minden. Lassan megyek, az nem jó, az jobban fáj. Ha gyorsan megyek, az a jó, azt nem érzed. Aha. Hát hidd el, hogy az a jó. Majd hát visszafeled... De szépen áll, megállsz rajta, jó. És utána lejön. Okay. Jó, várjál, akkor hogy hívják? Akkor Feri, elmegyek sóderé! Elindultunk, megyünk át az autón. Na, milyen volt? Ennyi. Átmentünk nem rajta. Nem persze, hogy átmentél, semmi, papukám. Hol a Rüki Gyugyó? Oké. Okay.
És fölfele? Aha, várjatok. Visszafelé átmész a másikon. Aha. Oké. Tolatunk egy kicsit. Igen. És most megyünk nem az. Tényleg nem át, és nem is kibírja. Érzed. Jó. Annyit érzel, hogy egy kicsit megmozdítja a lábad előre. Tökéletes. Most nézzük meg ezt úgy, hogy nincsen levegő a kerekekben, hogy csak a felnivel. Oh, tök jó, eresszük le most. Jó, hát figyelj, kibírta. Na. Ugye ez gondolom acélbetét van benne. És elől az a, van. Elől van, és azt fogja meg. Megadjuk? Adjuk. Ezt megadjuk. Ez a célnak megfelel. Hát a cipő már nem néz ki jól, de a termék az önmagában kibírta a próbát, amit ígér, megadhatjuk. Szerintem egy építkezésen ez még mindig menő csuka, attól, hogy szétverted az elejét. Na most gondold el, és még előtted lenne a nap. Igen. Ez így csak az első 10 perc. Egy téglát nem raktál még arrébb, de már a cipőt már tesztelődött. Négyféle különböző. Ritkán tesztelünk olyan terméket, ami megadható volt, már egy-kettő a kezünk között, de ez azt hiszem, hogy 100%-osan kiállta a próbát, amit úgyhogy megadhatjuk. Amit ígért a kalapácsot, a szöget, meg az autót. Igen. Azt megcsinálta. Jó. Na, egy másodperc, egy nagyon pici zene, de nem megy végig a zene, és utána jövünk mosógépet sorsolni, úgyhogy senki nem menjen sehova. A fotók azok fönt vannak a Facebookon. Így van. Pici szomorú vagyok, hogy átment a termék, nagyon reménykedtem benne, hogy most elbukik. Igen, azt szeretném kérdezni, hogy az elkövetkezendő két napra, ami a hétből hátra van, még mire számít, csak szopattok-e valamivel? Dohányzás, cipőszétverés, és mi van még? Még a étperi, rengeteg minden belefér, de azért külön köszönjük szépen az István Koráznak az epidurális érzést. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.